A Home Assistantot már föltelepítettük, most hozzunk létre zónákat. Ezek térképen megjelölt jellegzetes helyek az életünkben. Ez azért jó, mert tudjuk részben követni azt, hogy éppen a családból ki hol van. Nem kell olyan különleges óra, ami a Harry Potter sorozatban volt, hogy mutatta, hogy melyik családtag hol van. Itt térképen fogjuk tudni megnézni, illetve a nevek mellé oda fogja írni. Hát akkor hozzunk létre egy zónát, ezt a térképen tudjuk megcsinálni. Mondjuk tételezzük föl, hogy a Kossuth tér 1-3-ban dolgozunk, akkor fogunk egy térképet, megkeressük a Kossuth tér 1-3-at, ezt ugye én már megtettem, és itt szépen ki tudjuk a koordinátáit másolni. Térkép szerkesztése, zóna hozzáadása, munkahely. Jó sokan dolgozunk ugye ezen a helyen, ti is valamennyien itt dolgoztok, gondolom. Így másik koordinátát is szépen kimásoljuk. Tehát mi nem a kupolacsarnokban megyünk be, hanem mondjuk a díszbejáraton, és egy picit vegyük nagyobbra a területet, amit munkahelynek tekintünk, így. És akkor, hogyha valaki ezen a területen belül tartózkodik, ami itt most, ez narancssárga, borostyánsárga, mindenki döntse el, hogy milyen színű, tehát ezen a színes területen belül tartózkodik, akkor a Home Assistant úgy veszi, hogy ő munkahelyen van. Adjunk hozzá egy másik zónát. Mi legyen ez a zóna? Valami, az egy olyan jó név. Így van. És akkor itt keressük meg. Szeged Kárász utca. Így. Ez egy gyönyörű hely. Valaminek pont megfelel. Megint kimásoljuk a koordinátákat, és ide meg bemásoljuk. Gyönyörű. Oké, többet ne adjunk hozzá, szerintem ez elegendő lesz. Illetve még valamit szerettem volna megmutatni, hogyha van egy otthonunk, hozzáadunk egy zónát. És lehet az otthonhoz hozzáadni egy ilyet, hogy mondjuk otthon fűtés. Így ugyanoda húzzuk, hogy az otthon legyen középen. És akkor azt mondjuk, hogy ha az otthon zóna, fűtészónán belül vagyunk, akkor emelje meg a lakásban a fűtés hőmérsékletét. Hasamra ütöttem vele, nehogy félreértés legyen. Nincs is tudományosan kiszámolva, hogy most mekkora legyen ez a zóna, de meg lehet csinálni. És az otthon zónát tekintjük annak, hogy otthon vagyunk. A gyakorlatban nekem két zónám van az otthonra, kicsit más céllal, de most bemutatásra ez így jó. Világos, de honnan tudja a kütyű, hogy hol vagyunk? Hát erre van sok-sok szép bővítmény.
úgyhogy akkor azt mondja, hogy beállítások, eszközök és szolgáltatások. Én többek közt a Life 360-at használom. Itt van két entitás, Katóka és Zoli. Most ugye van egy Katóka userünk. Adjuk hozzá. Itt a beállításoknál vagyunk. A személyek fejezetbe Katóka. És a nyomon követendő eszköz. Device Tracker Katóka. És akkor van egy GPS alapú követésünk, ez a Life 365, ez igazából egy ilyen család követő rendszer, ami arra való, hogy a családtagok szépen beírják magukat, és akkor lehet tudni, hogy ki merre jár. Mi itt most arra használjuk, hogy a pozíciókat a Home Assistant-ba berakjuk. A másik követési módszer az az, hogy az eszközöknek a hálózati csatlakozását ellenőrizzük, hogy az itthoni routerhez csatlakozik-e. Ez az itthon tartózkodásnak a megerősítésére szolgál. Rögtön kérdezhetitek teljes joga, hogy miért kell több féleképpen meggyőződni arról, hogy valaki itthon van-e. Hát ennek az egyik oka az, hogy hát én elég régóta vagyok mérnök, de tökéletesen működő rendszert még nem láttam. A másik oka meg az, hogy mindegyik ilyen integráció, vagy hívjuk integrációnak, bizonyos késéssel veszi észre, hogy hazaértünk. Hogyha több integráció van, nagyobb az esély, hogy pont akkor fog ránézni a Home Assistant, amikor hazaértünk. Van olyan, hogy még meglehetősen, tehát mit tudom én, még 2-3 kapura járunk otthonról, amikor már jelzi, hogy hazaértünk, és van olyan, hogy már a kabátomat veszem le, amikor elkezdi jelezni, hogy mi van, hazaértél? Most veszed csak észre, Husi. Ez utóbbi esetet azzal lehet ritkítani, hogyha az ember több féleképpen ellenőrzi, hogy otthon van-e. Ehhez kezdjük azzal, hogy megint beállítások, és most tényleg egy bővítményt teszünk ki föl, a File Editort, amit én már gondosan föltettem, hogy ezzel ne legyen bajunk. Előre elnézéseteket kérem, de ki fogom satírozni a jelszavakat meg a felhasználó neveket. Nem érzem azt, hogy ezt ennek a megosztása bárkit előrébb vinne, illetve akit igen, azt nem biztos, hogy szeretném segíteni. Tegyünk föl egy device trackert, ez se könnyű kimondani magyarul, tehát egy eszközkövetőt, amely a routerhez csatlakozást ellenőrzi. Van egy OpenVRT-s routerem, és megnézzük, hogy hozzá csatlakozik-e az eszköz. Illetve én fölteszek még egyet így rögtön azonnal. Ami azt nézi meg, hogy az UNIFI AP-hez hozzácsatlakozik-e az eszköz. Tehát itt kapok két eszközlistát, az egyik, hogy a routerhez mi csatlakozik, a másik, hogy az UNIFI routerhez mi csatlakozik. Mivel több részhálózaton van, ennek ezért van értelme. Akinek összesen egy darab routere van, ott elég, hogyha a routert ellenőrizzük. Mentsük el. Ha rossz helyre kattintok, nem az fog történni. Fejlesztő eszközök. Először ellenőrizzük, hogy nem írtam el valamit, és utána indítsuk újra az egészet. Ezzel egy darabig elvacakol.
ahhoz képest, hogy ugye az utolsó verzió szerint virtuális masinában van az egész telepítve, nem is olyan sokat. Igazából semmivel nem többet, mint a másik telepítésem, ami egy erősebb processzoron fut Dockerbe. Azon fut most az éles Home Assistantom, és erre szeretném már telepíteni előbb-utóbb. És ennek a részeredményeit osztom igazából meg veletek. Azt azért ne vegyétek komolyan, hogy a Kossuth téren dolgozni. Jó, frissítjük a képet. Visszamegyünk a beállításokhoz, személyekhez. Katókához is elvileg, ha minden jól megy, most akkor kell találnunk egy katókatel nevű hát még nem találjuk. Előbb-utóbb meg lesz. Használjuk föl az időt, ezt becsukjuk, és hozzuk létre az Zoli felhasználót. Ez szintén beállítások, személyek, személy hozzáadása. Legyünk meglepőek, hívjuk Zolinak. Föltölthetnék magamról egy képet, élesben majd megteszem most. Ehhez nincs kedvem. Adunk egy jóképű jelszót magamnak, és adminisztrátori jogot. Adminisztrátori jogot csak indokolt esetben adjunk bárkinek is, mivel ez egy olyan telepítés, ami pont a próbálkozásokra való, ezért most gondolkodás nélkül adtam magamnak. Egyébként csak a katókának lenne. Így van, és akkor itt elvileg van egy Zoli követhető. Így is, hogyha minden stimmel, akkor már kéne lenni itt meg egy Redmi telefonnak. Redmi Note 8, így van. Létrehozás. Akkor szerintem most már a katókának is megvan a katókatelje. Nem, ezek szerint le van merülve a telefonja, majd mindjárt szólok neki. Így van, tehát kétféleképpen nyomon követünk mindenkit, és létrehoztunk mindenféle szépséget. Már itt most szépség alatt a térképen jellegzetes helyeket írtunk. Látszik, hogy nem ugyanott vagyok, ahol az otthont jelöltem. Na, el akartam sumákolni, hogy hol lakom, hát ez most nem sikerült. Jó, tökéletes, tehát van térképen egy otthonunk, van egy munkahelyünk. Nagyon jó, most vannak mindenféle zónáink, vannak mindenféle személyeink. Kezdjünk is már vele valamit, nem? Használjuk föl mondjuk egy automatizálás elindítására. Beállítások, automatizálások és jelenetek, hozzunk létre egy újat. Mondjuk egy zóna alapút. Mondjuk tételezzük föl, hogyha Zoli megérkezik otthonra, akkor történjen valami, de ugye eszközt, amivel történhet valami, azt még nem hoztuk létre. Látjuk, hogy nem a zónához rendeljük hozzá a személyt, hanem a személyhez rendeljük a zónát. Tehát megmondjuk, hogy melyik személy és melyik zónában tartózkodik. Tehát mondjuk lehet olyat csinálni, hogyha megjelenik az otthon fűtéscsoport vagy zónában, akkor történjen valami, akkor a termosztátusz kell hozzányúlni. Hogyha megjelenik otthon,
akkor mondjuk kapcsolja föl a világítást. Ez a trigger, ez mikor aktiválódik? Akkor, amikor megváltozik a Zoli entitásnak a státusza, ebben az esetben bármilyenről otthon típusúra. Akkor csináljunk egy picikét más jellegűt. Tehát új automatizálás, és üressel kezdjük. Most csak az eseményindítót adjuk itt is hozzá, hiszen csak ilyet tudunk. Állapotot fogunk figyelni, tehát először azt állapítjuk meg, hogy mit fogunk figyelni, most állapotot. Melyik entitásét? A Zoli personét. Ugye Zoliból van egy device tracker, ez jön a Live 360-ból, és van a Zoli person, ami több mindent figyel. Milyen állapotról történik? Ebben az esetben tök mindegy. És mondjuk otthon állapotba, tehát hazaérkezik. Na, akkor most csinálunk egy érdekesebbet, hogy érkezzen. Itt van, hogy milyen állapotba érkezzen meg. Tehát ez az állapot, hogy otthon. Milyen lehet a... Hát otthon esetében ugye csak egy lehet az előző állapot, az otthon fűtés. De az otthon fűtés állapot esetén ugye már két lehetőség van, az eredeti állapot az lehet otthon, vagy lehet távol. Mert ugye, ha otthonról elmegyek, akkor az állapotom otthon, otthon fűtés távol van. Távol akkor van, hogyha egyik zónában sincs benne. A másik, amikor jövök haza, távol van, otthon fűtés, otthon. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy otthonról megy otthon fűtésre az állapot, akkor vegye vissza a fűtését a lakásnak. Természetesen lehet ennél jelentősen komplikáltabb automatizálásokat is csinálni a zónákkal és a személyekkel. Ez most ilyen első rácsodálkozásra szerintem elég. Ha tetszett a videó, lájkoljátok. Ha kérdésetek, hozzászólásatok van, akkor azt a videó alatt tegyétek meg. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!